Kovács Kokó István a vendégünk, olimpiai és világbajnok, ökölvívó, egykori ökölvívó. Szia! Szia! Mi elég régóta ismerjük egymást, ahhoz, hogy ne játsszuk elő, most elkezdünk magázolni. Azt mondd meg nekem, hogy miért volt értelme annak, hogy most egy ilyen mondattal előállj a Hír Televízióban? Ugye a mondat az az, hogy te sosem voltál fideszes. Nem, a mondatom az, hogy én nem voltam soha fideszes, nem voltam úgy fideszes, ahogy ezt a baloldali, vagy akkor épp ezt a szóhasználatot használom, vagy balliberális média beállította, azaz egy Fidesz közeli ember, aki ehhez a holdudvarhoz tartozik, aki ott van állandóan minden rendezvényen, aki rendszeresen találkozik a miniszterelnökkel, vagy akire egyébként mondjuk a Fidesz számítana. Ez egyébként gyönyörűen látszik, hiszen az elmúlt 5 évben semmilyen közeledés, vagy semmilyen kapcsolat nem található köztem és a Fidesz között, miközben persze lehet találni fényképeket, hiszen a Vasaspálya megnyitóján, vagy akár a Ferencvárosi labdarúgó csapat új pályának az átadásán, a Grupa Marinában találkoztam a miniszterelnök úrral, sőt voltam köcsén is. Na de mondasz egy ilyen mondatot akkor, amikor közben arról cikkez a sajtó, hogy Tőkés László Orbán Viktor ellen elállna mellőle én az hogy, övéi. De én nem tehát állok akkor, el. Akkor szólalsz így meg, amikor egyébként meg arról szól most minden, hogy hány barátja van még Orbán Viktornak. Ismersz engem nagyon régóta. Mi erről már nagyon sokszor beszélgettünk. Én ezt nem most mondtam. Én hosszú évek óta vallom, 2002-ben ott voltam a Kossuth téren, ezt én soha nem tagadom. 2002-ben én az arcomat adtam a Fidesz kampányához, vagy az arcomat adtam a Fidesz mellé. Az egy tudatos döntés volt tudatos akkor? Tudatos döntés volt, egy elbukott választás után voltunk, és akkor úgy ítéltem meg, ez a saját döntésem, ez a demokráciában nagyon remélem, hogy akceptálja mindenki, hogy jobb helyen lenne a kormány akkor még Orbán Viktornál. Nem így történt. Teljesen mindegy, hogy most utólag a történelem kit igazolt, hogy valóban rosszul döntött az ország, vagy sem, ez megint csak itt élő vagy nézőpont kérdése. Én úgy éreztem, egész alatt, a 8 év alatt, hogy jobb lett volna, hogy a 2002-ben Orbánik viszik tovább a kormányzást. Jött 2010, én 2010-ben is ugyanúgy a Fidesz szavazója maradtam, mint ahogy vagyok most is, 2014-ben is a Fideszre szavaztam, soha nem rejtettem véka alá. Tehát én nem titkoltam, hogy én Fidesz szavazó vagyok, de nem voltam soha fideszes. A szó azon értelmében, ahogy egyébként szerették volna rám sütni. Tudom, hogy ez nagyon kis különbség, és ez volt talán ebben a legnagyobb probléma, hogy mindenki, de mindenki virtikli fideszesnek könyvelt el. Miközben én nem vagyok az. Három évvel ezelőtt tudod, voltál itt a Húzós című műsorban, akkor ugyanezt elmondtad. Ezt én tudom tanúsítani, itt az ATV-ben. Két éve is elmondtam, ez tavaly is elmondtam. Két hónappal ezelőtt a Ridikül magazinban is elmondtam. Más súlya van akkor, amikor olyan politikai események zajlanak az országban, olyan átalakulás látszik, vagy láttatja magát, mint most. De most akkor mit kellett volna mondani, hogy most arra fideszes lettem? Kellett erről neked most beszélni? Arról beszéltünk, hogyha valaki látta az adást, arról beszéltünk, ráadásul egy egykori polgármester, tehát egy politológus, vagy egy politikus, illetőleg egy tanár volt bent, akik egyébként mind a ketten a Fideszhez lényegesen közelebb álltak, mint én, és mind a ketten a kiábrándultságuknak adtak hangot, hogy kiábrándultak a Fidesz jelenlegi politikájából, és pont arról volt szó, a műsorvezető ezt a témát boncolgatta velünk, hogy vajon minek köszönhető a Fidesztől való elpártolás, hogy a holdudvar vajon miért szakít a Fidesz-szel, és én nem azt mondtam, hogy szakítottam a Fidesz-szel, én nem azt mondtam, hogy nem a Fidesz tartom még most is a kormányzásra legalkalmasabb pártnak, mert egyébként nincs is nagyon alternatíva. Ez az én véleményem, ezt az én véleményemet tessék tiszteletben tartani, mint hogy én is tiszteletben tartottam mindenkinek a véleményét. Én azt mondtam, hogy nem voltam fideszes. Azt mondtad az imént, hogy akkor még 2002-ben úgy gondoltad, hogy Orbán Viktor kezében lenne a legjobb helyen a kormány. Akkor még ezt, akkor is elmondtad, írásban is megerősítetted, most is így mondtad ezt a mondatot. Igen. Ma nem így gondolod? 2002-ben? Nem, ma nem úgy gondolod, hogy Orbán Viktor kezében van a legjobb helyen a kormányban? Mondd mást. Hát mondj te. Én nem tudok mást mondani, én azt tudom, hogy jelenleg nagyon sokan kiábrándultak valószínűleg jogosan. És ezt el is mondtam az adásban, hogy én sem vagyok elégedett a kormány jelenlegi ténykedésével. Azt is mondtad, vagy írtad, hogy vissza kellene térni a Fidesznek a gyökerekhez. Hol vesztette el, hogy látod? Nem tudom, én nem foglalkozom olyan mélyen a belpolitikával, hogy én most neked adatokat, tényeket tudjak sorolni, hogy mióta és miért nem tetszik nekem a Fidesz kommunikációja, kormányzása. De az biztos, hogy rengeteg jó dolgot tettek, és biztos az is, hogy nagyon sok rossz dolgot, vagy a jó dolgokból sem jött ki rossz dolog. Ne mondja nekem senki, hogy az nem jó ötlet visszaszorítani a dohányzást. Ahogy ehhez hozzáfogtak, és ami ebből lett, az nem jó.
Nem mond nekem, hogy nem jó dolog a kaszinóknak a megszüntetése, vagy nem volt jó ötlet ezzel az egésszel foglalkozni. Ahogy végrehajtották, az igenis rossz dolog. Akár az útdíj, de még nagyon sok minden dolgot lehet elmondani, ami egyébként lehet, hogy jó ötletnek tűnt, vagy lehet, hogy jól is meg lehetett volna csinálni, csak nem sikerült. Arról nem beszélve, hogy tele van olyan ügyekkel a Fidesz, amely ügyek miatt joggal választották annak ügyeket. Ők a vállalhatatlan politikusok, akikre utaltál szintén egy írásodban? Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Ne kérd tőlem neveket, mert az már durva és nyílt politizálás lenne, és ettől én mindig is tartózkodtam. Na de akkor miért szavaznál arra a Fideszre, amelyet ilyennek látsz, és azokra a politikusokra, akiket ilyeneknek látod? Azt írtad valahol, hogy böszmességeket követnek el. Ezek mi? Nem azt mondtam. Nézd, a Fidesznek valószínűleg nem az én szavazatomra van szüksége, vagy nem az én egy szavazatom fogja őket a helyükön tartani. Hát minden viszont, egy szavazat viszont, a helyén tartja. Viszont azt is én elmondtam, hogy abban az esetben nyerik el ismételten a bizalmamat, és remélem, hogy mindenki így gondolkodik, nem egy életre lett MSZP-s, vagy Fideszes, vagy SZDSZ-es, az meg főleg nem, hiszen már megszűnt, hanem akkor érdemli meg egy párt a szavazatot, hogyha abban a 4 évben, amit az elmúlt 4 évnek tekintünk, betartotta az általa ígért dolgokat, végigment azon az úton, amit ígért, és olyan alternatívát, olyan perspektívát mutat nekünk, ami érdemesé teszi. És ez a Fidesz olyan? Hát nagyon remélem, hogy olyan lesz 2018-ra, vagy 2018-ra következő. De akkor azt feltételezett, hogy azok az emberek, akik vállalhatatlanok, azok az ügyek, amelyek vállalhatatlanok a véleményed szerint, azok megszűnnek, az emberek meg távoznak? Amennyiben nem, akkor valószínűleg valamilyen más alternatív a Fidesznél, vagy ennél a Fidesznél jobb pártot kell keresni az embereknek. Ez a tétje ennek a elkövetkező 3 évnek, és ezt én azt hiszem, hogy aki Fidesz szimpatizáns, annak most kutya kötelessége felébreszteni ezt a Fideszt, hogy változtasson a kommunikáció. Tehát neked épp az a bajod, hogy egyedül maradni látszol? Ebben nem, a nem, hát látod, hogy azért nem egyedül beszélek el. Hát a népharag az például zúdul minden irányból, tehát az egyik oldalon áruló vagy, a másik oldalon pedig hát olyanokat írnak, hogy van arcot, hogy most megtagadom utadat. Ez egy politikai támadás, amely 2002-ben kezdődött ellenem. Menjünk végig, ha van annyi idő, kronológiailag legalább egyszer elmondhatom valahol. 2002-ben én egy visszavonult sportoló voltam, aki úgy ítélte meg, hogy Orbán Viktor a legalkalmasabb személy, és a Fidesz arra, hogy tovább vigye a kormányzást. Felültem a pódiumra, számomra egy meghatározó nap volt az egész életemre, azt kell, hogy mondjam, hiszen azonnal, de azonnal a baloldali vagy liberális média engem egy Fidesz csinovnyikká minősített, és aztán amikor... Hát azért az ott egy erős kiállás volt amikor, valami mellett. Aztán amikor 2003-ban... A 2002-ben elnyert Széchenyi tervpályázaton elnyert 26 millió forint, tehát ez is egy pontos adat, mert minden 25-öt írnak, 26 volt. 26 millió forintot, amellyel egyébként óriási özletet kötött az akkori kormány, hiszen mondom 2003-ban fizették ki, és én az elkövetkező 5 évben a vállalt kötelezettségeimet, hiszen ez nem egy ajándék volt, ez nem egy baksis volt. Ezért nekem több mint 20 embert kellett állandóan alkalmaznom, tehát elképesztő mennyiségű járulékot fizettem be. Minden évben előre irányozva megvolt az adó, amit be kellett fizetni. Én ezt mindig maradéktalanul megtettem. Többszörösét kereste ennek a pénznek a kormány, a Medgyessy kormány, aki egyébként egy év csúszással fizette ki nekem 2003-ban, tehát arról nem is beszélek, hogy milyen kamatterheket halmoztam fel, mert közben ezt nekem pótolni kellett, de teljesen mindegy. Majd várt vele a politika, miközben ennek a Széchenyi terv elnyerésének a fényes bizonyítékát én kiszögeltem az étterembe, ez kötelező is volt. Tehát nálam sok éven keresztül ott volt a tábla, ahol ott volt, hogy ez az étterem, a Széchenyi terv jó voltából jött létre. Hát ilyen táblákat most is látunk, Európai Unió és mindenféle tábla. 2006 előtt, a választások előtt pár hónappal, pár héttel hozta fel ezt gyakorlatilag, mint egy fényes bizonyítékként, hogy én azért ültem ott az emelvényen, amit ezúton is kikérek magamnak. Kikérek magamnak mindenkitől, aki ezzel vádol. Majd aztán ez szép lassan... elhalványult, vagy legalábbis egy picit elfelejtették az emberek, újabb és újabb előrántható dolgokat találtak, és most ezt gyönyörűen össze lehetett kötni, és gerinctelen alaknak lehetett engem beállítani, amely elképesztő igazságtalanság. Ha neked igazad van, Koko, akkor veled az történik, amiben az országban számtalan emberrel történik, hogy valaki kitalál valamit, joggal vagy ok nélkül, ez most teljesen mindegy, és a bélyeg rákerül. És ha a bélyeg rákerült, akkor onnantól kezdve abból borzasztó nehéz megszabadulni. Állatorvosi ló a te történeted. Így van, de az én sorsom ilyen értelemben nem érdekes. Sokkal fontosabb ennek az országnak a sorsa. Én Jávor Benedekkel az előbb beszélgettem, és mondtam neki, hogy itt az idő, hogy végre a politika abba hagyja ezt az acsarkodást is. Ne használják fel a politikai újságírók a vélt vagy valós
tényeket arra, hogy a két tábort egymásra osztják. Olvastad az elmúlt 4-5 évben jobboldali sajtót? Olvastad, hogy mik jelentek most, meg, és hány pert vesztett a jobboldali sajtó azok az emberekkel szemben? Ez legalizálja azt, hogy ezt akkor szabad a baloldalnak is? Nem, nyilván nem erről van szó. Nyilván arról van szó, hogy az egyik, ha a másikra mutat, a másik rögtön vissza fog mutatni. Én arról beszélek, hogy az emberek gyűlölik egymást, Egon. Nem a politikusok. A politikusok bent a nagyházban nem utálják egymást. Még az is lehet, hogy röhögnek. Rajtunk. Rajtad meg rajtam. Az emberek utálják egymást. Ma már verik egymást az emberek a nézeteik miatt. Ez borzalom. Mit tudunk tenni? Van a fejedben egy megoldás? Én ezért jöttem be hozzád, nem tudom, a politikát kellene, például az a halálbüntetés, én komolyan mondom, rendben, legyen halálbüntetés, de először a politikusokon próbáljuk ki. Aki ezt az országot ebbe a helyzetbe hozta, hogy így utálják egymást az emberek, hogy egy olimpiai bajnokot, akinek az egész élete arról szólt, hogy a hazáját, a címert viselte, és kizárólag csak olyan gondolatok voltak a fejében, hogy a tisztaság, a fair play, a becsület, hogy ezt az embert alantas politikai célok miatt egy fél ország előtt igaz, mert a másik fele értetlen módon nem dől be ezeknek a pletykáknak, vagy ezeknek a híreknek, hanem imád továbbra is. Elképesztő mennyiségű embertől kaptam bátorítást és biztatást. De akkor is a fél országnál azt kommunikálódott le, hogy én egy gerinctelen, aljas féreg vagyok. Egy olimpiai bajnok, aki egész életét arra tette fel, hogy ezt a nemzetet szolgálja. Azért, hogy most 3 napig csontot kapjanak azok az emberek, akik rágcsálhatják és gyűlölködhetnek. Ezt akarjuk? Mi ilyen országot akarunk? A gyerekeinket ilyen országba akarjuk, ahol a két szomszéd nem áll egymással szóba, mert az egyik piros, a másik meg kék. Kit érdekel? Remélem, nem ilyen országot akarunk, azért örülök, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm. Köszönöm szépen.